A harmadik kategóriába tartoznak a szentek. Itt élnek közöttünk az egyházban. Valószínűleg fogalmuk sincs arról, hogy ők szentek, hanem átélik az első csoport és a második csoport reális kísértését. Az igazán szent, az testvérek egy hatalmas szakadékon átívelő kicsi, rozoga hidon jár. Látja, hogy pokoli mélységek vannak alatta. A szent tudja azt, hogy az erkölcsileg lecsúszott, parázna, tönkrement, kábítószeres, ő is lehetne. De Isten megmentette. Ezt a lehetőséget magába hordozza. Lehet, hogy ezért nem szédül bele a mélységekbe, abba a pokoli mélységbe, mert a lába kegyelem kicsi törékeny padlóján áll, és nem lefelé néz, bár tudja, hogy húzza a mélység, hanem fölfelé, a hegyek felé, honnét jönne nekem szabadulásom. Ez a szenteknek ez a csoport átéli a második csoportba tartozóknak az állapotát is, az, hogy ők is szenvednek attól, hogy kihagyásosan szeretik az Istent. Vagy legalábbis így tudják. Sőt, itt mi az a... Hát a szenteknek hogy kell megtérni? Bizony, ez a legnagyobb megtérés. Nem az Isten vigasztalásait akarják, hanem a vigasztalások Istenét. Vigasztaljátok meg népemet, de hogyan? Úgy, hogy Istenhez térünk, értelmünkkel, újra tanuljuk a hitünket, akaratunkkal küszködünk bűneink ellen, gyónunk. De az Istenhez fordulásnak az a teljessége, amely a szenteknek is a megtérését jelenti. Óriási fordulat. Nem az Isten vigasztalásaiba akar részesülni, hanem a vigasztalások Istenét keresi. Megvigasztalhatatlan vigasztalás ez. Olyan valami, mint egyszer kinéztem az ablakon, még sümegen ott van a tér, és egy majdnem két méteres apuka, és egy taknyos kis gyerek ott veri az apját, a lábát, és toporzékol, ordít. Hát az apja csak nézi. Az elszaladt tőle, és az apja utána megy, karjába veszi. És ez a kisgyerek elkezd zokogni. Valamit mond neki az apja. Biztos jelent, hogy megbocsátok. Most már nem számít, amit tettél. Nem érdekli a gyereket a szava. A szavakkal nem lehet megvigasztalni. Még Isten sem tud megvigasztalni bennünket a szavakkal, hanem azzal, hogy átölel. Amikor a szeretett tanítvány ott tartja Jézus oldalán a fejét az utolsó vacsora. Istenem, minden szabad vigasztalást akar adni, de nem a szavaid. Az vigasztal meg, hogy emberré lettél, és kicsi kezeiddel a jászolba át tudod ölelni az arcomat, és kitárt véres karoddal az egész világot. Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Amen.